tüzet. Most 6. alkalommal gyújtjuk meg itt ezt a tüzet, és most megint úgy szólok hozzátok, nem táltosként, nem sámánként, én a házigazda jogán szólok hozzátok, úgy, mint a múltkor is elmondtam. Mert az, én nekem az a véleményem, hogy mindnyájunkban benne van egy pici-pici kis táltosság, mert a táltos az, akit Isten elhív, elhív egy feladatra, az egyik embert elhívja 5 percre, a másikat elhívja 5 hétre, a harmadikat elhívja egy életre. És ezekből lesznek azok a táltos papjaink, akik viszik tovább a tudást, azt a tudást, a mag népének a tudását, a magyar mágus népnek a tudását. Magyar. Mi az, hogy magyar? A magyar szó az rezgés. Egy magasabb rezgés, amiben élünk. Ez egy olyan fa, amelyik a Kárpát-medencében van a törzsének a közepe, és innen indul ki a gyökere, és az egész világot behálozza. Nagyon sokan ki akarják vágni ezt a fát, és nagyon sokan el akarják vágni a gyökereinket. De mi ott vagyunk azon a fán gyümölcsként. Eleinte csak zölden, éretlenül. Majd a nemzeti tudat egyre jobban érik bennünk, és beértünk mindnyájan. Van egy baj közte, hogy nem merjük elengedni az ágat. Mert jó érezzük magunkat ott fönt az ágak között, a levelek takarásába, pedig már megértünk arra, hogy elengedjük. Félünk elengedni az ágat, mert félünk, hogy megüssük magunkat. Pedig, ha hiszitek, ha nem, boldog asszony anyánk ölébe estek, ha elengeditek ezt az ágat. És a másik dolog az, hogy nem is lássátok egymást a sok levéltől, de ha mindnyájan elengedjük az ágat, és leesünk a földre, és körbenézünk, akkor tudjuk meg azt, hogy mennyien is vagyunk. Hogy mennyi érett ember lelkileg és rezgésbe sokkal magasabb rezgésű ember van mindenfelé a világban, az országban. És mi nékünk ezt a rezgést kell táplálni, és növelni ezt a rezgést. És ne törődjetek vele, hogy a fának a gyökereit mindenáron el akarják vágni, mert akárhol megsértik ezt a gyökeret, mindig újabb és újabb hajtás jön elő, olyan hajtások, amit már ezek nem tudnak letagadni. És nekünk most ezen a napon, amikor egyszer egy napforduló is van, és fogoly megváltó boldogasszony napján, ezt a tüzet kell táplálni, a szívünkben lévő tűzzel, megerősíteni ezt a tüzet, hogy egy magas fényoszlomként menjen a Teremtő Atyához. És csak az a kérésem, hogy Teremtő Atyám, áld meg ezt a sok jó magyar embert, akik ide eljöttek. És meg tudják mondani, tudják önmaguknak mondani, hogy magyar vagyok. És érzik is belülről, hogy magyar vagyok. Nem kell, mondjátok csak ki, nem kell kiabálni, nem kell hangosan mondani. A Teremtő az hallja akkor is, ha csak azt gondoljátok, hogy magyar vagyok. Mert a rezgésünk más. Mi a tudás népe vagyunk, akik végigvittük az egész világon a tudást és a kultúrát, és nagyon sokan ezt nem akarják elismerni. De nekünk nem azt kell csinálni, hogy dúlni-fúlni, hogy nem ismernek el bennünket, nem azt kell csinálni, hogy haragudni másokra, és nem kell verni a mellünket. Csak egyszerűen csinálni kell a dolgunkat. És mikor valaki csinálja a dolgát, egy mester, nem mondja azt, hogy gyertek, mert én mondom az igazságot, gyertek körém. Egyszerűen csak csinálja a dolgát. És a környezetben lévők elkezdik követni. Azt veszi észre, hogy egyre többen állnak körülötte, egyre többen segítenek, a szomszédok ugyanúgy csinálják a kertjét, amit ők csinálnak, és ez lehet akár kenyérsütés, kapálás, vagy bármi. Az a fontos, hogy csináljuk a dolgunkat, és jól csináljuk.
És én az a kérésem, és nem akarom húzni az időt, az a kérésem csak. Tudom, hogy ellenem beszélek egy kicsikét. Ezek az emberek, akik most itt vagytok, tudjátok, és a lelketekbe mondjátok, a szívetekbe, hogy magyar vagyok. És mikor hazamentek, megkeresitek azt a szent helyet, ami ott van körülöttetek. És megpróbáljátok megcsinálni a saját kis csoportotokat. Mert Jézus Krisztus azt mondta, ahol az én nevemben már ketten összejöttök, ott én is ott vagyok köztetek. Próbáljuk meg Jézus Krisztus szeretetvallását továbbvinni, az igaz szeretetvallást vinni tovább, egyre több csoportot alakítani, és remélem az, hogy jövőre tudunk egy közös találkozót csinálni, már a csoportok tudnak közös találkozót csinálni. Adja az Isten, hogy ne férjünk el ebbe az udvarba. Valahova ki kelljen vinni, és most egy kérésem van, azt mondja Mónika, az egész Kárpát-medencébe. Én azt mondom, nekem van egy barátom, és mindig ezt el szoktam mondani. Egy nagyon erős, és tudom, hogy milyen tudással, milyen szellemi tudással rendelkező ember, és mondtam, hogy ti spirituális emberek, mondjátok már meg, hogy hogy imádkoztok ti. És azt mondta, hát a mi atyánkkal, mert még nincs jobb. Hát van jobb, a hun mi atyánk, de azt még nem tudjuk kívülről, ezért most egy kérésem van, hogy együtt mondjuk el a mi atyánkot. És aztán Zoli barátom viszont elmond egy csángó imát a napról. Fogjuk már meg egymás kezét, és mondjuk el közösen, és aztán átadom a szót, a Zoli után átadom a szót Anitának, ő a női minőséget képviseli, nem abban, hogy dobott, beraktad a lábad közé, de... Hát akkor kezdjünk-e együtt, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, mint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenségeinket. És ne engedj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön. És most Zoli barátunk elmond egy imád. Engedjétek meg, hogy megosszak veletek egy nagyon ősi, ki tudja hány száz éves csángó testvéreink által még ma is minden nap elmondott imát, akik nem csak vasárnap járnak Isten tiszteletre, nekik Isten tisztelet minden nap, és ők Jézust a napban üdvözlik és köszöntik már a felkelő napkor. És ezekben a percekben, illetve felkelő napkor szokták elmondani ezt az imát, amit szerintem most mi ugyanúgy a lenyugó nap tiszteleteképpen szintén gondolatba mondjátok velem. Köszöntelek téged, Isten szent igéje, Isten szent rendelése, Isten szent eredménye, te áldott, fényes világ, ki ez máj napot megvilágosítod, adjál nekünk erőt, egészséget, jó munkálatot, okos eszességet, és minden jóra való menendőséget. Áldás. Áldás. Áldás, áldás, áldás. És Anita. Amikor a Teremtő megteremtette azt a világot, amiben élni szeretett volna, egyszerre hozta létre férfit és a nőt. Teljesen egyszerre születtek meg, és teljesen
egy minőséget, egy tudást kaptak. Egyet kivéve. A nő tudja csak magába fogadni a magot. Sanyi bácsi azt mondta, legyél magyar. Én azt mondom, nő, büszke légy arra, hogy mag őr vagy. A mag nem más, mint a fény. És az, aki nő, a méhében mindig őrként őrzi, hogy gyermeket tud fogadni. Magot tud fogadni, olyan magot, amilyen magot képez ez a dob. Déli oldalon állok, dobbal a kezemben. Rendkívül férfias minőség, nő létemben. Én tudom, hogy azért küldött bennünket a Teremtő ide a földre, hogy meg tudjuk élni, és ő rajtunk keresztül megélhesse mindazt a szeretetet, amit csak így fizikai testben élhetünk meg. Szeress ember, szeresd egymást, szeresd a párod, szeresd a családod, és ne támaszd elé elvárásokat. A jézusi szeretet nem másról szól, csak arról. Fogadd el, úgy, ahogyan van embertársadat. Hamarosan újhold. Az újhold a nő egy kifejezetten misztikus minősége. Amikor elvonul a nő a világtól, pár napról szól csak a dolog, de ilyenkor rendet tesz magában, hogy aztán újult erővel tudjon teli holddá válni, amikor elengedés kiárad, amikor visszatükrözik mindazt a világot, ami fent a láthatóságban van. A mostani időszak, az őszi napi egyenlősége egy különösen érdekes idő a nő számára. Elkezdődik a befelé fordulás ideje. Asszonyok, ez a mi időnk. Lehet fonni, szőni, hímezni, alkotni. Lehet szeretni a férjeiteket. Őrizni a magot, hogy aztán majd jövőre még többen lehessünk. Köszönöm a fényt, ami bennem ragyog. Köszönöm az erőt, ami belőlem árad. És köszönöm a szeretetet, ami megtölti egész lényemet, és árad ki a körülöttem lévő világra. Köszönd meg, hogy fény vagy a fényből, erő az erőből, és szeretet a szeretetből. Legyél bárnő, férfi, vagy gyermek. Áldásra. Mondhassa? Csejen, lépjél közénk és mondd el a versedet. Aztán ide érkezett közénk Hervai Tamás, és ő egy rövid imát ő is el szeretne aztán mondani. Ahová állsz, mindenütt jó vagy. Jó vagy ott. Álljál elő, így. Jó vagy itt. A Berzsenyi Dánielnek egy ódáját választottam. Ami a mai jelenlegi helyzetben, társadalmi helyzetben megállja a helyét. Visszamegyünk egy 200 évre az időbe. Ha esetleg belesülnék, akkor elnézést kérek érte, nem mondtam még el ennyi ember előtt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatjátok így is. A Berzsenyi Dániel. A felkölt nemességhez a szombathelyi táborban 1797. Él még nemzetem istene. Buzgó könnyeimen szent öröm ömledez. Ász még ász, szeretett hazám.
nem dőlt még alacsony porba nemes fejed. Méltán búsakod ám az előbb, hogy héroszt nyomdokid elejéből kitérsz, s régen félt veszedelmidet rád húzzák majd netalán buta korcsaid. Hála, más mutat-e sereg, mely most régi magyar módra nyeregben ül. Nem szállt Trója alá soha, így szép spártai had, sem Hunyadink kevés zászlóit nem emelte volt rettentőbb hadinép Bécs letörött falán. Csak sas nem zenek a sasok, s nem szült gyáva nyulat Núbia párduca. Árpád vére se hűlhet el, ám bár rég heverész a puha tamlagon. Nézd, most felköti fegyverét. Csákóján lobogó kolcsag emelkedik. Buzdító katonás ruhát öltvén lelke nemes lángja kigerjedez. Majd kardjára felesküszik, mindent ront s megemészt, mint heves Afrika búsú tigrise, amidőn ordít kölykeiért, s körbe viaskodik. Majd felkelnek alattad is, ó József! Nagyanyád Trécia bajnoki, s bátran még szeretett vezér a jégálpeseken, s Ádria öbeny. E nép nem gyülevész csoport, nem rabbérbe emelt búsbuzogány keze, önként áldoz ez életet, s horgas kardja kövér hantyaiért hasít. Míg hérói bíborsüveg tündöklik fejeden hunni a csillaga, Eszterházy dicső magyar. Míg győző elejét pallos a combodon csattog, győzni fog a magyar, s Andrásnak ragyogó napja le nem menem. Hallgassuk meg Hervai Tamásnak egy imáját, és köszönjük meg neki, hogy ő is eljött közénk. Én köszönöm, hogy köztetek lehetek. És nem imád szeretnék, hanem inkább énekelnék egyet. Akkor, az meg még jobban. Igen. Madárkám, madárkám, csácsogó rigócskám, rendít megvelkednek gyönyörű szólását. Rendít megnyelvednek gyönyörű szólását. Fúj az én szívemnek vigasztaló nótát. S ki megbúsítottam, meg is vigasztaljak. S ki megbúsítottam, meg is vigasztaljak. S én nem búsítottam, véges vigasztalom. Én nem búsítottam, véges vigasztalom. Köszönjük szépen, áldás, áldás. És egy fénydalt énekelne el Etelka. És én nagyon örülnék neki, hogyha két sort megtanulnátok velem. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagú, fer vagyok. Van, aki már ismeri. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagú, fer vagyok. És énekelni fogok, és amikor a refrén van, akkor szerintem fog sikerülni, hogy együtt. Égi szarvas, vezess engem, napatyához emeld lelkem. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagú, fel vagyok. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagú, fel vagyok. Világfába kapaszkodok, világfából erőt kapok. Világfának egyik ágán ősi múltba utazhatok. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagú, felragyog. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagú, felragyog. Őseimnek jurtájába, ménesünk legszebb lovára. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagú, felragyog. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagú, felragyog.
szellemek, békét leleg bennetek, dús erőtök belém árad, utat mutat a csodáknak. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagunk felragyog. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagunk felragyog. Régen tánccal ünnepeltünk, e dalt együtt énekeltük. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagunk felragyog. Fény voltam, fény vagyok, jó csillagunk felragyog. Árpád lovának nyerítését hallom, látom, amint vágtat egy kör közepén. S míg Csepel őrzi, óvja ott a ménest, Árpád beszél egy hasonló nagy kör közepén. Hogy itt vagyunk, hogy együtt vagyunk végre, férfiak, nők, kicsik és nagyok. Érzem, hogy a szívem hevesebben dobban, és büszkévé tesz. Én is magyar. Hát köszönjük szépen, és még egyszer Anitát kérem fel, hogy most a dobbal kezdjen. A dob az az út. Az az út, amely elvezet bennünket sok helyre, és a gyermek az anyja szívének a dobolását hallja elsőre meg, és ez az út most nem a leülhettek makit, le tudnak ülni, üljetek le, és ez az út most nem az anyagi úton fog benneteket vinni, hanem egy magasabb rendkésű út, és egy fölfelé vezető út a Teremtő Atyához. Anita, kérlek, és a többiek szépen csendbe kövessék. És Anita, én egy kicsit leülök. Gyere, üljél ide mellé. És aztán szétoztuk a tűznek a tűz, a föld és a víz jegyét. A források őrzője fog áldást adni rátok, mikor kioszta a vizet, a források vizét. A föld anyánk adotta a kenyeret, és a tüzet pedig a feleségem elég tüzes asszony. De melyik? Hát az egyik. Köszönöm.